A római levélnek egy nagyon markáns mondata vezet ebben a nagybőti időszakban, illetve vezetett el a húsvét ünnepléséhez, ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem. Nagyon sajátos szembeállításként éljük ezt meg saját életünkben. A bűn elhatalmasodásának a tapasztalatát azt látjuk. De hogy hogyan árad túl a kegyelem, hogyan győzi le a rosszat, ez számunkra egy titok, egy misztérium. Mi föltekintünk arra, akit átszúrtak, de föltekintünk arra is, aki föltámad az a sírból. És a sír üres, ahonnan kilép, és hisszük azt, hogy ez a kegyelmi túlárodás, ez az életet jelenti számunkra. Kegyelem, túlárad, vallásosnak tűnő fogalmak, és sokszor nagyon nehezen is értjük, vagy úgy gondoljuk, értjük, de sokféleképpen értelmezhetjük. Egészen bizonyos, hogy legszemélyesebb vonatkozása van a kegyelemnek, ugyanakkor közösségi, akár társadalmi méretű vonatkozása is vannak, mint ahogyan a húsvétnak is. De a feltámadásnak az üzenete alapvetően bennem fogalmazódik meg. Elhiszem-e önmagamról, az életemről, a kudarcaimról, de elhiszem-e a jövőmről, reményemről, hogy ez él. Azért, mert rajtam túlmutat. Azért, mert ennek az alapját az a Jézus Krisztus adja, aki az Atyát nagyon szereti, és aki engedelmes fiúként az életre születik újjá. Hisszük, ha vele együtt eltemetkezünk, vele együtt élni is fogunk. Ez kétségtelen tény, egy nagy változást kíván tőlünk. Elhiszem az életnek a radikalitását, elhiszem a jónak a jóságát, elhiszem, hogy reménységünk az valóban és abszolút értelemben a jövőre irányul. Elhiszem azt, hogy küzdelemben keresztül jutok el az eredményekhez, és elhiszem azt, hogy nagyon sokszor a semminek látszó megsemmisülésből fakad az élet. De hát így élünk. A feltámadás bennünk történik, a feltámadásnak az eredménye, hatásai közösségi vonatkozásban jelenik meg. Az örömben, a kezdeményezésben, abban, hogy bátorítjuk egymást, abban, hogy nem mondunk le sem magunkról, sem egymásról, és abban, hogy társadalmi méretekben is hiszünk abban, hogy nem alkuk, nem helyzetek, hanem az igazság az, ami bennünket előre visz, közelebb visz testvéreinkhez, akár a szenvedésben, akár pedig az örömben élnek. Ez a mi erőforrásunk, Krisztus föltámadása. Ő, aki engedelmesnek bizonyult, ő az életnek az ura, és hisszük ő miatta, ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem.